Köszöntöm Önöket! Ez a KVTV híradója április 28-án, Kazincz Barcika és a térség legfontosabb információival. Először nézzük főbb híreinket, röviden. Kodály, a Magyar Művészetoktatás napját ünnepelték. Surányi, hagyományteremtő céllal ültettek fákat a végzősök. Ovi, gálán mutatkoztak be a kicsik. Két helyen is folytatódik a héten az új szeméttároló edények kiosztása. Az érintett utcákban élőknek szombatig van lehetőségük átvenni a hulladékgyűjtőket. A Máltai Szeretetszolgálat udvarán és a KSK sporttelepen folytatódott ezen a héten az új szeméttárolók kiosztása. Az osztópontok ezúttal is szerdán nyitották meg kapuikat, és az elmúlt három hétnek megfelelően most is szombatig, minden nap délelőtt 10 és este 6 óra között várják a lakosságot. Az önkormányzat tapasztalatai szerint eddig hatalmas sor egy osztóponton sem alakult ki, azonban várakozni néhány percet mindenkinek kell, hiszen a művelet jelentős adminisztrációval is jár. Az átvételhez mindenkinek rendelkeznie kell a helyszínen személyi igazolvánnyal, lakcímkártyával, valamint a partnerkódját tartalmazó számlalevéllel. Az osztópontok zárulását követően május 1-től indul a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés Kazincbarcikán. A rendszer beindulását követően a városban kihelyezett szelektív gyűjtőpontokon már csak az üveg hulladékgyűjtése történik, az új, színes tárolókban lesz lehetőség a fém, a papír és a műanyag hulladék szelektív gyűjtésére. Amennyiben valakinek áprilisban nem áll módjában átvenni az edényzetet, úgy ezt május 6-án, 7-én és 9-én délelőtt 10-től este 6-ig a Kazincbarcikai Sportközpontban teheti meg. A Magyar Művészetoktatás napját ünnepelték április 27-én a Kazincbarcikai Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskolában. Az esemény keretében egy kiállítás is nyílt a képző és iparművészeti ág növendékeinek alkotásaiból. Közös énekszó, zongora, hegedű, fuvola, tánc, színes volt a paletta idén is a Kodály Művészetoktatás napi ünnepségén szerdán. Az eseményen Kerek Gábor intézményigazgató mondott köszöntőt. Ezt a napot a Magyar Zene és Művészeti Iskolák Szövetsége találta ki, és minden évben az április utolsó hétvégéje az a művészetoktatás napja, így egy ideje már iskolánk is ünnepli ezt. Ez nem az én ötletem, ez már az előző igazgató úr ötlete is volt, és valóban ilyenkor egy tanári rendezvényen szoktuk ezt megünnepelni. A program keretében megnyílt a képző és iparművészeti ág növendékeinek kiállítása is, melyen nem csak a fél évben készült alkotások, hanem országos minősítésű tárgyak is láthatóak. Munkaterv szerint ülést tart Kazincbarcika város önkormányzatának képviselő testülete április 29-én. A tanácskozáson a városatyák többek között tárgyalják Kazincbarcika város nevének, címerének, lobogójának használatáról szóló új rendelet tervezetet. Várhatóan határoznak Kazincbarcika önkormányzatának a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet módosításáról. Emellett a kültéri zárható fém szeméttárolók kapcsán újabb pályázat kiírásáról is dönthetnek a társasházak és a lakásszövetkezetek számára. Az ülést április 29-én pénteken 11 órától felvételről láthatják a KVTV csatornáján. Fákat ültettek a Surányi Endre iskola végzős diákjai április 26-án. Az eseményt hagyományteremtő céllal szervezte az intézmény. Surányis tanulók és pedagógusok ültetnek fát az iskola udvarán. A 2015-16-os tanévben 17 osztály búcsúzik az Ózdi Szakképzési Centrum Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégiumtól. Az iskola vezetés és a végzős diákok részéről, végzős osztályfőnökök részéről jött a kezdeményezés. Igazából szerettünk volna egy kis emléket hagyni magunk után, hagyományt teremteni, hogy ezzel is szépüljön egy kicsit iskolánknak a területe, hiszen egy hatalmas területen töltjük mindennapjainkat. Első körben 7 osztály ültetett fát, amelyekre táblákat is elhelyeztek a tanulók. Ezzel még nincs vége az akciónak, hiszen a szakmai vizsgákat követően további 10 fa szépíti majd az intézmény udvarát. Mikor majd 10-15 év múlva visszajövünk egy osztálytalálkozóra, akkor legyen valami örök, ami
amikor fotózkodunk egyet a fa alatt, amit mi ültettünk. Nem is válsz, nem mond semmit rólam, hogy honnan jöttem, hogy merre tartok én. Kis hazugság lesz minden egyes szóban. Az ültetést követően minden osztály dallal és idézettel búcsúzott az iskolától. Kerékpáros közlekedési vetélkedőt szervezett a Pollák Mihály Általános Iskola diákjainak a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság. A program célja az volt, hogy felhívják az iskolások figyelmét a közlekedési szabályok betartására. Ügyességi pályán bringáznak a gyerekek a Pollák udvarán. Többek között volt szlalom, meg kellett próbálni egy tárgyat menet közben áthelyezni egyik pontból a másikba, végül pedig azt is kipróbálhatták a diákok, milyen gyorsan tudnak megállni akadály esetén. A programot a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság Balesetmegelőzési Bizottsága szervezte. A rendezvénynek a célja a kerékpáros közlekedésnek és annak az ismereteinek a bővítése, gyakorlás lényegében a gyerekek részéről. Egyrésztről itt most a kerékpáros ügyességi vetélkedő zajlik. A kerékpáros ügyességi vetélkedőt az alsó tagozatosok és a felső tagozatosok is végrehajtják. Ezen kívül a kerékpáros közlekedés szabályairól a felső tagozatosok tesznek ismérvet, hiszen kitöltöttek egy kerékpáros közlekedéssel kapcsolatos KRESZ-tesztet. A prevenciós tiszt kiemelte, az akció során idén is végigjárják az iskolákat, mert a rendőrségnek nagyon fontos, hogy a felnövekvő generáció minél hamarabb megismerje a közlekedési szabályokat. A balesetmegelőzési munka legszívesebben óvodáskorba kellene, hogy elkezdődjön, de rendszeresen, de itt általános iskolás kortól foglalkozik a balesetmegelőzési bizottság, illetve a rendőrség is ezzel a korosztállyal. Rendszeresen évente visszatérően kell eljönni hozzájuk, és nem csak nekünk kell ezeket a szabályokat elmondva ismételni, hanem ugye otthon a szülőknek is kellene, meg a pedagógusoknak, azért, hogy belenőjenek egy szabálytisztelő magatartásba. A megmérettetést követően a diákok az ügyességi versenyen elért eredményeit alsós és felsős kategóriában értékelték, de a felsősök kitöltött tesztjeit külön is díjazták. Közgyűlést tartott a hadirokkantak, hadiözvegyek és hadijárvák országos nemzeti szövetségének területi szervezete április 22-én az Egressi klubtermében. A programon elsőként Kardos Mihály a helyi szervezet elnöke a szövetség 2015. évi tevékenységéről, majd Baracsi István gazdaságvezető a pénzügyi helyzetről tartott beszámolót. A közgyűlésen a területi elnök ismertette a 2016. évi programokat és feladatokat, végül Ipas József, a HONSZ országos elnökének az új civil törvényről szóló tájékoztatóját hallgatták meg a résztvevők. Az elnök arra kérte a területi szervezetet, hogy a jövőben használják ki a városi, megyei, járási és kormányzati pályázati lehetőségeket. Az eseményen Szitka Péter polgármester és Klimon István a polgármester is jelen volt. Idén is megrendezték az OVIS gálát az Egressi Béni Művelődési Központ színház termében. A rendezvényen csaknem 150 gyerek lépett színpadra. Énekelnek és táncolnak a gyerekek az Egressi Művelődési Központban. A mára-már hagyományossá vált OVIS gálán, mint minden évben, idén is a város óvodásai adtak zenés-táncos műsort. Mind a 9 tagóvodánk egy-egy színvonalas produkcióval készült erre a napra, és sikerült Kurityánból is az egyik óvodát meghívni. A hagyományőrző rendezvényre idén is sokan voltak kíváncsiak, a színházterem nézőtere teljesen megtelt. Az ovisok műsora ezúttal is nagyon változatos volt. Láthatunk ma népidalos játékokat, láthatunk mesedramatizálást, de inkább a zene a fő vonulata ennek az egész műsornak, arra próbáltuk ráfűzni ezt a ovis gálát. A gyerekek az óvónőik segítségével szorgalmasan készültek a fellépésre, aminek az eredménye is megvolt, hiszen minden előadás után tapsal jutalmazta a közönség a kicsiket. Második alkalommal rendeztek kidobós versenyt április 22-én Kazincbarcikán.
A klasszikus játék modern változatában 6-8 fős csapatokat vártak a szervezők. A verseny szabályai hasonlóak voltak a népszerű gyerekjátékéhoz. Itt azonban az egymással megmérkőző csapatoknak volt csapatkapitánya, akik akkor léptek csak előre, amikor már minden társukat kidobták. A mérkőzést az a csapat nyerte, aki a korábbi meccsek során több ember dobott ki. A második kidobós versenyen az elsőhöz hasonlóan szintén egy berentei csapat végzett az első helyen. A KVTV híradóját látták, friss hírekkel legközelebb jövő kedden a Presszóval jelentkezünk. Híradóval egy hét múlva csütörtökön, a megszokott időpontban várom Önöket. Nézzék a KVTV-t holnap is, április 29-től, ugyanis péntekenként este 6 órától az együttműködő helyi televíziók által közösen készített megyei híradót láthatják. Műsorainkat, híreinket az Opont online-on találják meg. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!